작년에는 Haha, nem kaptok videót, minket kaptok meg! Nianono vagyok, a kommentátor társam pedig a Team Impulse Apex összecsapás harmadik mérkőzésén Darcig lesz. Meghozod a győzelmet az Apexnek? Az Apexnek? Ó, hogy az Apexnek meghozom a győzelmet? Szép! Nem készültünk előre. Az minden esetre biztos, hogy te is kiemelted még a meccsnek a végén, hogyha ilyen iramban fejlődik az Apexnek a teljesítmény, vagy ilyen iramban fejlődik az ő tudásuk, akkor föl kell kötni a gatyát a Team Impulse-nak. Hát ezzel egyetértek, abszolút. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a következő mérkőzés még tartalmazhat, rejtelmezhet, meg még akár új szavakat is kitalálhat Darcig, mert az nem rossz dolog. Izgalmakat. Ez mondjuk egy régi szó. Viszont az biztos, hogy a Team Impulse nagyon jó teljesítményt nyújtott mind a két mérkőzésen. Különösen Proxin teljesítményét emelném ki, aki halál nélkül egy rakatgyilkosság és a rakat támogatással vette ki a részét. A rakatnak nézzétek meg, hogy pontosan mennyit jelent számban, azt most nem fogom elárulni nektek. Viszont halál nélkül lehozni... Fekete rakat. Igen. Fekete rakat. Ez az új parány? Komolyan? Na, nagyon belejöttél. Még nincs, majd szólok a Zsoltinak. De majd 15, annyi legyen. Annyi, jó, 15. Jó. Az egy rakat. Kicsit több, mint egy tucat. Jó. Azt hiszem, meg is alapoztak a következő mérkőzést. Hát, ami biztos, hogy a Bard választás bejött Gate-nek, és a Kindred Vassas nem jött be egyértelműen az Apex csapatának, hiszen a jelzőket összegyűjtögetni nem sikerült olyan gyorsan, mint Proxinnak, és ez nem feltétlenül a játékos tudásában keresendő különbség, hanem sokkal inkább a csapatokban, amelyek másra teszik a hangsúlyt egyelőre ezen a mérkőzésen, és úgy néz ki, hogy a Team Impulse a sokkal jobban tudja a kompozíciós előnyét kihasználni. Az ő edzőjük talán egy kicsit jobban benne van ezekben a dolgokban, mint az Apexnek az edzője, akinek azért új lehet valamelyest ez a színpad. Szép fogalmazás és befejezés. Én úgy gondolom, hogy a következő mérkőzésre azért érkeznek választásbéli különbségek, legalábbis változtatások, mert számtalanszor kiemeltük már, hogy mennyire erős az új Ryze, nem véletlen kerül egyébként mostanában folyamatosan tiltó listára vagy választásra. Ezen kívül pedig még Kindred is az egyik, hát legerősebb lövész. Még mindig, dacára annak, hogy egyébként Lucian és Jin is elérhető, Kog'Maw pedig, hát már Állam. Lefutott lemez. Igen, is lehet mondani. Tehát Ryze és Kindred. Nem, bocsánat, nem Kindred, Kalisztát akartam mondani. Ryze, Kalista és egyébként Kindred a dzsungelben szintén egy nagyon erős lövész. Szóval ez a három Ryze karakter. Lövész. Kindred és Kalista, Jézusom, Jin. Adjatok egy kávét. Igen, tehát Jin, Kalista és Kindred, erre szeretett volna kitérni Darcig, akinek koffein hiánya van egy kicsit. Viszont igen, ezek a legerősebb lövészek jelenleg, és még az Ezreal-t is ide sorolhatjuk, bár én nem értem, hogy miért választják egyfolytában, továbbra sem. És a Caitlyn választás is a... Hogy nem szereted. Igen, viszont Braum az, aki mellé a Caitlynt nyugodtan el lehet még hozni, és azért Lucent is ide sorolhatjuk az erős lövészek most sorában. A lövészeket beszéltük meg, viszont ami egy lövésznek nagyon fontos hozzátartozója vagy kiegészítője az a támogató karaktere, bármi hülyén is hangzott egyébként. Amikből most a legerősebbek, mivel még a 6.6-os változtatásokban vagyunk, az hát véleményem szerint Soraka, illetve Janna. Ha megnézzük, hogy milyen nagy mértékben játsszák őket, talán nem találunk kiemelkedő számokat. Viszont ha a győzelmi arányokat nézzük ezeken a mérkőzéseken, hát szerintem leeshet azért az állunk. Nem csak azért, mert az Immortals játssza ezt a két karaktert, de ha mások hozzák el, akkor is láthatod, hogy iszonyatos potenciál van ezekben a választásokban. Potenciál van, viszont rizikó is. Ez a kockázatos választás nagy nyereség érdekében, hiszen azért... Azt elmondhatjuk, hogy például a Soraka egy rendkívül törékeny karakter, akit ha elkapnak, az összecsuklik azonnal, és Janna sem sokkal biztonságosabb, annak ellenére, hogy azért neki van lehetősége mindenképpen megakadályozni az ellenfél beérkezését, akár a végső képességével, akár a tornádójával, de hát nézzük is meg, hogyan alakul a tiltási és választási fázis. Ahol az első tiltás már nem más, mint Sivir. 5 pont kijöttük az erős lövészek kategóriából, pedig talán az egyik legerősebb. De tiltó listán van mindig, úgyhogy egyébként az meg a másik, igen. Midali a következő tiltási Team Impulse részéről, eddig talán a megszokott tiltásokat láthatjuk. A továbbiakban azért érkezik mégis Poppy, de hát... Sokat nem mondok azzal, hogy a tiltásoknál
nagy változtatásokat eddig nem eszközölnek a csapatok. Amire ezt befejezem, addigra az Apex tiltó listára helyezi Lucent is más ellen. Hát igen. És az utolsó tiltás Rek'Sai érdekes módon, hiszen csere van az Apex oldalán. Shrimp érkezik a dzsungelbe. Őt is láthattuk már az LCS keretein belül, mint ahogy azt mondtuk már a tegnapi napon is, hogy a Challenger Series-ben nagyon sokan játszanak föl az LCS-be, és ez fordítva is igaz. Viszont ez azt eredményezi, hogy a Ryze választás ott van az Apex oldalán. Nem tudom, ez, mikor unják meg, hogy az ellenfél karaktereit veszik el az előző mérkőzésről. De instant lecsaptak rá. Azonnal. És egyébként azt is hozzá lehet tenni, hogy ez a nyert az előbb a Team Impulse, tehát az Apexnek ez lehet a visszatérési lehetősége. Graves, illetve Echo-t hozzá a Team Impulse csapata, ez ugye lehet egy tank Echo, illetve egy dzsungeles Graves is lehet, de azért ma már láttunk ebből különlegesebb választásokat is, úgyhogy ne hamarkodjuk el. Úgy gondolom az Apex lecsap, 6 Kindred és Kalista. Viccen kívül mondom, nem láttam a mérkőzéseket, de ez az a három választás, amit az előbb kiemeltem. Úgy, hogy nem Ryze-t akartam mondani, hanem Jhin, de... Nem, Ryze-t akartam mondani, Jhin az az erős lövész, de Ryze az ugye a legnagyobb tiltási arányjal rendelkezik a koreai régióban, ugyanúgy, ahogy Kalista is, és Kindred is, tehát... Vagy talán az Gangplank. A lényeg az, hogy a Kalista és a Ryze az biztosan, Kindred pedig a top tier dzsungelesek között is kiemelkedik. Így van, valóban a három legerősebb választás megtippelt az Apex oldalán. A Team Impulse pedig elhozza Echo-t, aki a felsősvény egyik legerősebb karaktere jelenleg. És a dzsungelben megint csak Graves-el érkezhet Proxyn. Kérdés az, hogy megint utolsó választásra hagyják-e a támogatót, vagy megpróbálnak valami egészen mást összehozni. A középső ösvényre hagyják az utolsó szót, de valószínűleg Keen fog majd Ryze-el érkezni, akkor pedig a középső ösvényre már tudja a Team Impulse, hogy ki ellen kell készülni. Nyilván nem Heimerdingerrel, az Ahri választása sokkal valószínűbb volt, hello! Az Ezreal az, aki ott van, egy pedig én emeltem ki, és a Braum választás is ugyanúgy mellett. És örülök is neki, hogy egy Ezreal mérkőzést kommentálhatsz, így mindig meglesz az a kis ellenérzésed, és az Apexnek való drukkod, aminek köszönhetően visszatérhetnek ebbe a BO-t, és összecsapásba csapaton gondolkodik egyelőre Polis, de ez persze csak idézőjelesen Polis, ez vagy egy középső ösvényes csogat lehet, ne Keen kezei között, amiben azért van ráció, mert megölheted többféleképpen azt az Echo-t, még mielőtt használhatná, vagy aktiválhatná a végső képességét, vagy akár LeBlancra is cserélheted ezt a nagy ősgyíkot, és akkor innentől kezdve felesleges is róla tovább beszélni. Itt pedig azt látjuk, hogy a Ryze talán felső ösvényes választás lesz, hiszen Twisted Fate aligha megy a felső ösvényre, X-Special pedig Alistar-t választja ki, a Kalistar kombináció elérhető így, és valóban a Twisted Fate választás véglegesítésével kiderül, hogy Chris a felső ösvényen fog majd Ryze-zal vitézkedni, Gabe pedig természetesen nem zirázik, hiszen a Braum már ott van, a középső ösvényre pedig meglepődnék, ha egy Twisted Fate ellenében ezt a karaktert választaná ki a Team Impulse csapata, viszont a megtisztulást kellene elhozni egy Twisted Fate-tel szemben, ez teljesen egyértelmű, akkor pedig a kettős teleport kombináció az, ami megtörhet, viszont hogyha marad a kettős teleport kombináció, amiben válaszolni tudnak majd valamelyest az Apex-re, akkor hát problémás lehet egyes sárga kártyának a megúszása. Igen, viszont alapvetően az überli a megtisztulást, hogy a teleporttal muszáj lekövetni egy Twisted Fate-et, és a Keennél is marad esetleg a teleport, az viszont előrevetíti azt, hogy ő is mehet teljesen külön ösvényre, és a split pushból teljes mértékben kiveheti majd a részét, ugyanis ha nem ezt az idézői képességét hozzá, hanem kifárasztást, gyorsítást, akármi egyebet, onnantól kezdve neki ugye a végzett képessége nem egy globális végső képesség, csak fél globális, vagy valami hasonló szó, hiszen csak a fél pályán át tudsz ugrani, az egészen nem, az egy nagyon régi Twisted Fate, és hát nem véletlen érkezett rá a gyengítés. Hát igen, viszont itt a készfogás természetesen a két edző között megtörténik, és megkapjátok a mi arcunkat. Ami pedig biztosan mondható, hogy a három legerősebb választás ott van az Apex oldalán, viszont erre két másik nagyon erőssel tud válaszolni a Team Impulse csapata, gondolok itt a dzsungeles Graves-re, mint a felsősvényes Echo-ra. Uh-huh. A Lulu választás pedig én mindig azt mondom, hogy Ezreal mellé kicsit megkérdőjelezhető. Igen. Hiszen nem egy hipercarry-ről beszélünk, amikor Ezreal van terítéken. Ő inkább a távolságtartásban nagyon jó.
és így a tankok ellen meg tudja tartani a megfelelő távolságot, és annak köszönhetően, hogy a ragyogás aktiválódik a misztikus lövésre, a könnyen sebezhető célpontok nagyon sok életerőt vesztenek egy-egy misztikus lövéstől, aminek a töltési ideje pedig nevetségesen alacsony. De pont ezért nem is biztos, hogy Ezreal mellé érkezik feltétlenül az Alulu választás. Grace-t viszont, ha meg tudja védeni az Alulu, onnantól kezdve van egy rendkívül nehezen elpusztítható, tehát iszonyat mód tankos, illetve egy rendkívül nagyot sebző dzsungelese a Team Impulse csapatának, ami viszont már egy kifizetődő választás lehet. Tehát van potenciál több embert is megvédenie annak a Lulunak, arról pedig már nem is beszélve, hogy van egy Braum, aki a két lövész ellen, nevezetesen Kalista és Kindred ellen, szintén egy kifizetődő választás lehet. Viszont erre ellenválasztásként föl lehet hozni Krisznek a Ryze-át, aminek a területi sebzését azért egy Braum fal talán kevés lehet, hogy megfogjon. Ami pedig érdekes lehet egy kicsit, az, hogy Twisted Fate egy cipővel érkezik. Ez azért szükséges, hogy ki lehessen majd kerülni Lulunak a Q képesét, így mind a lassítást, mint pedig a sebzést megúszhatja, és hagyja, hogy pazarolja Lulu a manáját, amíg próbálja őt eltalálni. A dzsungelesek talizmánnal érkeznek erre a mérkőzésre. Már láttunk a tegnap és a mai napon is olyat, hogy akár Graves, akár Kindred inkább a macsétét választja első tárgyának. Most viszont a biztosra mennek a dzsungelesek, és megpróbálják a lehető legtöbb manát, valamint életerőt megtartani a dzsungelben, és az újra tölthető itallal az életerőt már biztos, hogy jó. Ez az ösvény cserét pedig kezdeményezi a Team Impulse. Nem is véletlenül, hiszen alapvetően egy Ryze a játék korai szakaszában büntethető, közben a sörétes X-Specialt már próbálja büntetni, de a jelzők nem fognak összegyűlni, és így igazából csak egy kis pofoszkodásnak lehetünk szemtanúi. Alistar pedig ugye magát rendkívül hatékonyan tudja gyógyítani, tehát neki ebből komolyabb problémája nem lesz. Proxim viszont dzsungeles, tehát mondjuk egy neki sem. Amiről pedig ugye az előbb kezdtem el beszélni, az az, hogy azért is volna jó, hogyha a Team Impulse-nak sikeres volna ez az ösvénycserés próbálkozása, mert Krisznek a Ryze, illetve alapvetően a Ryze a játék korai szakaszában büntethető, pláne úgy, hogy Durant gyűrűjével kezdi meg pálya futását az Apex felső ösvényese, csak hogy válaszolt az Apex erre az ösvénycserés próbálkozásra, és így egy teljes ösvénycserének lehetünk szemtanúi. Az a kérdés, hogy Kindred elég gyors lehet-e ahhoz, hogy ellopja az ellenfél kék erősítését, hiszen egyelőre Graves az, aki gyorsabban tud haladni, viszont válaszolni nem fog Kindred érkezésére a dzsungelbe. Nem úgy Feng, aki mindenképpen a teleportját már kihasználta, és egy őrszemet is kihelyezett, így pontosan tudja a Team Impulse csapat, hogy merre jár Shrim, ezúttal természetesen a saját dzsungelükbe. A kék erősítést pedig meg fogja szerezni magának. Kindred túl sok időt sem veszít azzal, hogy Feng kihelyezte az őrszemet, segítség pedig nem érkezik számára. Ez pedig azt jelenti, miközben nagyon szép a kábítás, Polis kell, hogy meghalljon. Mondom ezt innen, szép kifárasztás X-Specialtől, ami Proxynak az életének nagy részét jelentette számára, hiszen a torony az fáj. Az a gyógyítás is pont elegendő volt a kifárasztással megspékelve, hogy Polisnak hát maradjon nagyjából egy hajszányi élete ennek a cserének a folyamán. Kim közben gyönyörű szépen tér ki a csillámpor képesség elől, és pont ezért is emeltett ki a cipős kezdését. Ráadásul ugye így 4 darab sütivel tudott kiérkezni, mint valószínűleg a középső ösvényre, de biztos, hogy nem kevesebben, mint 3, amiből még mindig 2 elérhető számára. Pyrian pedig 1 darab életerő italát már elhasználta a 2-ből, ami van számára, és beépített gyógyításra, ugye azért annak a Lulunak nincs, ha pajzsa van is. Az pedig mindenképpen jól jöhet majd egy-egy cserével, Proxyn pedig éppen elhozza az ősi krugokat. Az áldást innen nem fogja tudni megszerezni, így a kábítás nem lesz elérhető. Feng pedig bajban lehetne, ha nem érkezne a teleport azonnal. A villanását is kihasználja, de megszakítja az alaptámadást, így Krisztián nem tudja aktiválni, csak képességgel a harmadik jelzőt és a bónusz sebzést. És ami érdekes, hogy a twitterezőknek 69%-a még most is úgy gondolja, hogy az Apex az, aki megnyerheti ezt a B5-ös mérkőzést. Annak ellenére, hogy 2-0-ra a Team Impulse vezet. Ami érdekes, hogy azért nem az LCS csapatot preferálják a twitterezők, a nézők, hanem sokkal jobban szeretnék a meglepetést. Hát mondjuk úgy, hogy elvesztették a hitüket, talán hasonlóképpen, mint Buci is. Remélem most nem nézi az adás. Szóval maradjunk annyiba, hogy így az 5. perc környékén még vezetni tud az Apex csapata, de talán már nem egyszer kitértünk arra, hogy egy korai vezetés nem feltétlenül egyelő a mérkőzésen hozatalával, hiszen azért itt a
minimális hibák, azok még gyakran megtörténnek a mérkőzéseken. Most például láthatjuk, hogy mind az alsó, mind a felső ősvény az Apex csapata az, aki farm előnyt fel tud mutatni, és ennek köszönhető ez a minimális aranybéli előny is, amivel rendelkeznek. Megint csak a szokásos kezdése ugye Ekkónak az már elérhető, ami ugye egy Doran gyűrű, illetve egy fekete pecsét, és hoppá, felső ösvényes Ryze az igazából rendkívüli mód tankos lehet, amint összegyűjti mind a 300 jelzőt, amit ugye az ősök akarata kulcsmesterség tesz számára majd elérhetővé. Neki ugye azért, hát a halhatatlanok szorítása nem túlságosan kifizetődő mesterség volna, a villámfejedelem pedig egyszerűen csak nem érkezik. Így azért a tankosság az megfigyelhető lesz nála a korokpálcájában, majd pajzsal. Chris pedig bajban lehet, nehogyha nem villanna gyönyörűen szépen. Fengnek így a csalia nem volt rossz, egy idézői képességet el tudott venni ösvény ellenfelétől. A felső ösvényre pedig négy emberes érkezés. Kindred az, aki a legtöbb sebzést osztja ki, ezért érkezik rá a kifárasztás. Kinnek viszont nincsen manája, hiába a sárga kártya. Nem lehet befejezni senkit a Team Impulse csapatából. Kalista pedig nem jött tovább a négy emberes érkezése, így valójában csak három emberes lett belőle. Viszont jobban tud Feng egyerőre cserélni Chris-szel, mint fordítva a játék korai szakaszában, ezért ez érdekes. Illetve a reakció is jó a Team Impulse részére, hiszen ha nincs is meg a gyilkosság az Apex-től, ők a középső ösvényt gyorsan fel is tolják. Így kínozok egy tapasztalati pontot, és ennek köszönhetően aranyat is majd veszíteni fog, sőt már veszített is. Illetve amire még kiszerettem volna térni, az az, hogy az érkezés során ugye Kinnek pont arra volt manája, hogy egyetlen egy kártyát érvényesítsen, majd utána a kártya dobás képességét még elnyomja. Igen, ám, viszont az mind rácsattant a Brown falra, így ha a kábítás ott is volt mesen, attól függetlenül a támogatója meg tudta őt védeni, Pirien közben pedig... Oho, nagyon szép a kezdeményezés X-Special-től, a farkas érséget pedig lehet aktiválni? Nem lehet, túl messzire került Pirien, így Shrimp nem tudta alkalmazni ezt a képességet. Valamint, ami érdekes még, hogy Kalista a hurikánnal fog először érkezni, ami azért fontos, mert a misztikus lövedékeket kerülgetni kell, és minél nagyobb a támadás sebessége, annál több lehetőség van erre. Ezzel szemben viszont másnak volt lehetősége, hát egyrészt gyűjtögetni a jelzőket az Istennő könycsepére, hiszen ezt a tárgyat, ezt a féltárgyat már be tudta fejezni. Ezen kívül pedig még az aratást is megvásárolta most ebben a pillanatban, tehát még 100 jelző van ezen a tárgyán, amíg a plusz arany majd érkezik hozzá. És ha már úgyis az Istennő könycsepét kiemeltem, ugyanezt Chris is be tudta fejezni rajta, és gyűlnek a jelzők. Ezen felül nem volnék meglepődve, ha azért még egy korok pálcáját is befejezne majd idővel a későbbiek folyamán. Ezzel szemben Feng megint csak, hát a kezdeti kicsikét sebzésorientáltabb tárgyválasztás után a kísértett kámzsát fogja majd befejezni. Az aratás megint nem a legkoraibb a mérkőzésen, viszont mindenképpen korábbi, mint az előzőn. És Shrimp egyelőre úgy tűnik, hogy jobb lehet ezzel a Kindreddel, mint csapattársa korábban. És egészen biztos, hogy tovább fejlesztette az életerő italát, amellyel tovább tud kint maradni, a jelzőt pedig éppen begyűjtötte a sohanós sutyerákból. Az első jelző megszerzése meg is történt. Igazából az, hogy tovább fejleszti Shrimp is, illetve csak Shrimp a saját dzsungeles tárgyát, az újra tölthető italát egészen konkrétan. Így van lehetőség egészen addig kimaradni, amíg a 30 jelzőt össze nem gyűjti, tehát nincsen rajta kényszer, hogy hazatérjen és az életerét, illetve a manáját frissítse, miközben a csereberek Chris és Feng között megvalósul. Hát Feng ebből nem mondanám, hogy túlságosan jól jött ki. Az életerején Chrisnek nem látszik ez a csere. A gyűrűt pedig megvásárolta magának Feng, megint csak jelzőket gyűjtögetne, míg egyelőre nem látni a Proxyn a dzsungelben mit szeretne vásárolni magának, valószínűleg azért a harcos kiegészítés fog érkezni, hiszen most ér haza, Shrimp pedig lopja el a táborokat egyre másra, Twisted Fate pedig megint csak végzett közelben az előző érkezése, nem volt túl jövedelmező, ezúttal próbálkozhat másodszor. Érkezik a négy ember a felső ösvényre, a kábítás jó, a farkas érség aktiválva, hiába a teleportok, 4-4-nél küzdem, az első gyilkosság Kindreden, kint pedig még meg lehet menteni Shrimp által, a túlvilági hívás jó, Gét és Feng lehetne még bajban, kint simán kijön, Chris pedig nem kábul egyelőre, egészen eddig az első gyilkosat megszerzi a Team Impulse csapata is, és lehet tovább menni X-Special bajban, a feldobás még éppenséggel jó, de bele is hal, Feng menne egy gyilkosságra, Poliszt azonban nem lehet befejezni.
érni 2-1 eddig a csere. A lassítás viszont talál, a kábítás ugyanúgy gétre jó, kér a lassítás talál, így pedig Proxim be tudja fejezni. Na ezért jó a vörös Szeder, hát erősítése. Shrimp is bajban lehetne még, hogyha nem villanna, de ez megtörténik. Így összességében 3-1 a csere, bátor volt toronyal elkezdeni. Túl bátor, olybá tűnik. Hiszen három gyilkosságot. Még volt lehetőség a Team Impulse csapatának lekövetni, így megint a kezdeti előny iszonyat mértékben náluk van. Habár ezt egy kicsikét jobban átgondolva láthatjuk, hogy még ezzel a két gyilkosság előnnyel is összesen 600 arannyal tudnak vezetni az Apex csapatával szemben. A visszajátszás során pedig láthatjuk ismételten a torony alá érkezést. Ugye még ketten van más, illetve Gate párosa, viszont ebben a pillanatban már érkezik is a teleport, és a kábítás megint csak Gate-re megy ki, aki a fal mögött, hát vígan el van, úgy gondolom. Kettő darab tip játékos megint csak megérkezett, az első gyilkosságot erre a pontra már el tudja hozni az Apex csapata, viszont amíg folyik a harc a béke szigetén belül, addig a sebzés az kevés életerőre csökkenti az Apex majdnem összes játékosát, így onnantól kezdve nekik evidens, hogy menekülniük kell. A toronyon tovább harcolni viszont nem volt lehetőségük, tehát egy csiki-csuki helyzetbe hozták önmagukat, a menekülés szituációból pedig egy luluval és rengeteg villanással van lehetőség a Team Impulse-nak fordulni. Ez most ugye a harmadik gyilkosság, amit éppen lekövethet Keenan Proxin, aki így három gyilkosságból háromnál jelen tudott lenni, és ebből egyet tudott elhozni magának. Egyetlen egy olyan játékos van, aki egyetlen egy gyilkosságban sem tudott részt venni, az pedig a lövész, de neki azért túl sok szüksége nincs erre, hiszen ezért tudjuk, hogy a játék későbbi szakaszában lesz igazán erős, és gyűjtögetnie kell a jelzőket, ez a legtöbb, amivel foglalkoznia kell, többször mind az aratásra, mind pedig az Isten ökönycsepére, ahogy mondod. Itt pedig Chris nagyon korán elvillant, erre szükség is volt, hiszen egy ollóba összecsukták volna a tip játékosai, a teleport viszont érkezik, pontosabban a végzett, és be lehet fejezni Proxint, majd fordulni lehet Fengre, minden lehetőség megvan, a Shrimp is itt van a közelben, a lassítás pedig lehet kamatoztatni, majd utána a kábítást, a gyilkosságot pedig Shrimp szerzi meg a dzsungelből, és lehet fordulni a szurdok érnekére. Ez a két elhozott gyilkosság viszont gyönyörű szép volt, még ha Feng jól is tudta kihasználni az időtörést, meg igazából még a párhuzamos valóságot is, ez nem volt elegendő ahhoz, hogy a 3v2-es szituációt fordítani tudják, egy kicsikét túlvállalták magukat, meg kellett volna köszönni ezt a villanyost, amit Chris korán elhasznált, és nem bekapni a csalit, meg a csamit sem, amit utána eszközölt. Minden esetre 3-3, így a gyilkosságok állása, és még mindig megvan az nagyjából 200 aranyos különbség a két csapat között, egészen eddig, amíg a hírnököt el nem hozza az Apex csapata, ennek kis gazdája pedig Chris. Érdekes módon, a dzsungelbe szoktuk ezt látni általában, viszont ezúttal nem Kindred kapja ezt meg, ami pedig még érdekes, hogy érkezik a visszajátszás. Ugye mondtuk, hogy Chris nagyon-nagyon hamar elvillant, a sebzés pedig minimális, amit ezután érvényesíteni tud a Team Impulse párosa, ráadásul a jelzőket is összegyűjtötte már erre a pontra Ryze. Az időtöréssel kábítani tudja ugyan Chris-t, az éppen már túltöltődését elhasznált Chris-t Feng, de ez mondhatjuk, hogy hatástalandigra végzett képességgel már be tudja fejezni a dzsungelesét a Team Impulse-t. Shrimp ismét bajban, és meg is hal. X-Special szintén bajban van, a végső képességét még tudja használni, és gyógyítja is magát. Ő meghalni már nem fog. Polisra érkezett valószínűleg a kezdeményezés, ő minimális életerőn tartózkodott kint az ösvényen. Visszajátszásban majd kitaglaljuk, hogy mi is történt. Ami viszont érdekes, és amit valóban ki szerettem volna emelni, az, hogy az elfedés pecsétje nagyon korán, még a mélységi ogar előtt elkészült Twisted Fate-en, így az ő villanásos kábításos kombinációja sűrűbben lesz elérhető, és most már, hogy kész van a mélységi ogar rajta, elegendő tankossága is lesz ahhoz, hogy beugorjon szinte bármikor a csatába, hiszen valameddig ő a téletben tud maradni. Igen, viszont hogyha még esetleg vásárolna egy korok pálcáját is, vagy majd a későbbiek folyamán egy zonya homokor, akkor volna ez ténylegesen igaz minden szituációra. Egészen addig azért, hát mondjuk ki, hogy hamar olvad egy Graves meg egy Ezreal gyűrűjében az a Twisted Fate. Te is mondtad, hogy a ragyogásnak köszönhetően Ezreal-nek van sebzése a squishy célpontokkal szemben, a könnyen porladó célpontokkal szemben. Illetve ami még fontos lehet az, hogy jó a varázs ellenállás, de ez csak és kizárólag Lulu ellen hatásos 100%-ban, mert hát meg az így is le fogja követni, legyen bármiről is szó, nem igaz? Egy tankerkorról beszélünk ismételten, illetve a jelzőknek az érvényesítése Braumtól lehet majd kulcsfontosabb. Ami fontosabb lehet ezzel a tárgyal, hogy lehet csökkenteni az ellenfél májkus ellenállását, ami pedig jól jön azért a Ryze-nak is,
meg a társaknak is, hogy le tudják sebezni majd. Miközben a vörös szedelhátat lopja el Shrimp, és otthagyja a kicsiket. A teleport pedig úgy van, érkezik. Teng valamint kint csatározik az első sorban, ott pedig jó még az időtörés, Fengnek meg kell halni a kérdés, hogy ki által Kindred az, aki be tudja őt fejezni. A torony még éppen csak el, most itt eszébe Kindnek, hogy ja, rá kéne dobni egy kártyát. Szó szerint egy kártyadobástól összeomlott ez a vár. Szép. Így egy gyilkossággal és egy toronnyal is gazdagodik az Apex csapata. Próbál rá reagálni, hogy jön a Team Impulse, de ezzel az öt minionnal nem lehet egy tornyot válaszként elhozni a középső ösvényen. Ugyanúgy, ahogy ebből a csatából sem jönni neki túlságosan előnye sem, viszont itt a teleport. Igen, Keen kábítása pedig jó gétre mindenképpen. Chris itt van a közelben, ő neki vissza kell fordulni a Gear Graves-re, a sebzés pedig kevésnek bizonyul. Hiába a túlvilági hívás, ez teljesen fölöslegesen jön ki az Apex csapatától, akik 1000 arannyal vezetnek. Hát az az egy toronnyal, amit el tudtak hozni az előbb. Gyakorlatilag pont annyival, igen. Arra leszek majd kíváncsi, hogy a játék végső szakaszában, amikor van egy Twisted Fate, egy Ryze és egy Kindred is az Apex oldalán, mondtuk, hogy ezek mennyire erős választások. Megspékelve egy Kalista-Alistar kombóval, egy Kalistar kombóval egészen konkrétan, ez mennyire fájó lesz majd a Team Impulse részére. Tény és való, hogy van ugyan egy Lulujuk, de te is kitértél már rá, hogy azért a védhető célpontok száma az eléggé limitálva van. Miközben a jégkesztyűjét tudja első tárgyként befejezni mest, tehát nem a sebzés orientált első tárgyat fejezi be, a Manamunt vagy a Muramanát, ami ugye majd a jelzők gyűjtése után lesz ténylegesen teljes. Ezen a ponton érkezett a teleport, amiről beszéltünk, az éppen még álló toronyra így Fenget próbálja védeni Quirion, csak hogy a 3v2-es szituáció megint megvalósul és Feng kicsikét túlvállalja magát még az időtörés előtt, ezért rendkívül kevés életerővel tudja majd azt aktiválni. Proxim viszont még időben érkezik ahhoz, hogy igen, ne lehessen kikapni az idézőjeles torony alól, ami ugye már nem egy torony, csak egy csonk. Így egy gyilkosság és egy torony jussa az Apexnek a remek megmozdulásért. Lulu pedig a félhold csapást fogja befejezni majd a jégkirálynő érintése után. Szinte egy olcsó tárgyról beszélhetünk, így pedig neki a sebzése is jelentősebb lesz, valamint a váltott ösvénytalási képessége majd egyértelműen javulni fog. Ez pedig azzal kiegészülve, hogy van egy Graves, akinek hatalmas sebzése van a tornyokra, akkor is, hogyha csak két tölténye van, valamint a ragyogás található Echo-nál is, és ezért ott sem kell lennie az ösvényen, hogy váltottan ösvényt toljon a végső képességével, erre van lehetősége. Arról nem is beszélve, hogy támadás sebességet tud adni a társának, amit éppen prezentál is nekünk. Rengeteg ösvénytársi lehetősége van a Team Impulse csapatának, talán ezt kellene kihasználniuk, hiszen csapatharcban, ahogy arra már kitértél, túl sok lehetőségük kompozíció hátrány miatt nincs. Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy Kinnek mi lesz majd a második tárgya. Ebből ugye még csak egy szükségtelenül egy pálcát tudott befejezni, miközben a végzet az érkezik. Megint a felső ösvényre, itt pedig a sárkakártya ezúttal talál, Feng pedig mielőtt végső képességet használhatna, meghal. Ez pedig egy tornyot fog eredményezni az Apex csapatának számára, egy mini base része a kettes szintű tornyokért. Mivel az elsőt tudta még csak elhozni a Team Impulse, de a lényeg, hogy tornyot tudtak elhozni, egyenlítik tehát a toronyállást. Legalábbis egy pillanat erejéig, hiszen az Apex a második tornyát hozza el, ebből Chris az, aki megkapja a bónusz aranyat. A Team Impulse reagál még a középső ösvényen is, és így 2-2-re módosul a tornyok állása, hiszen az alsón nem volt lehetőségük elhozni a T2-es tornyot. Police, illetve X-Special ezt sikeresen akadályozza. És a 18. jelzőjét gyűjti be éppen Kindred, lehet, hogy az életével fizet ezért, azért Pirán nagyon gyorsan megérkezett ide, és kihasználja még a szurdok hírnökének is a sebzését. Azonban Shrimpnek rengeteg menekülési lehetősége van. Chrisnek már sokkal kevesebb, a sebzés meg is eszi, de az az egyetlen talán elegendőnek bizonyul a villanása, a lekötés pedig Proxinra tökéletes, nem lehet befejezni Ryze-t. Hiába rendelkezik két gyilkossággal és van két támogatása is ennek a Gravesnek, ráadásul a 30-es szörnyelőn arra még csak ki sem tértünk, azért a sebzése az még nem elegendő egy ilyen már-már tankos Ryze ellen, akinek van korokpálcája három jelzővel, illetve na rajta is ott van már egy szükségtelenül nagy pálcatás sebzése is van bőven. A mérkőzésnek a második hírnökét sikeresen hozza el a Team Impulse csapata, de erre Police az, aki tud reagálni egy torony elhozatallal. Tehát mondhatjuk azt, hogy célpont csere történt, csak az a kérdés, hogy a mini célpontot a Team Impulse mennyire tudja kihasználni. Police pedig megint nagyon későn vásárolja meg magának az aratást, még 46 jelző hátra van. Ez az előző mérkőzésen is megfigyelhető volt, és most is nagyon későn fejezte be ezt a tárgyat, hiszen fontosabb volt számára, hogy a támadás sebességét növelni tudja,
és így sokkal gyorsabban ugrálhasson, így könnyebben elmozoghasson majd a misztikus lövedékek elől, amiknek sebzésük már most is van, pedig még a Muramana el sem készült. Viszont az átoknyelő már mind a két dzsungeles esetében befejeződött, sőt igazából Shrimp rendelkezik már egy fogozott őrrel is, hiszen neki Lulu és valamelyest Ezreal sebzésére is reagálnia kell ezzel a tárgyal, ezzel szemben Graves alapvetően is eléggé tankos, Jauri möklét vásárol plusz életerő miatt. Shrimp viszont itt van a sújtásra. Nem jött össze neki. Proxin az, aki ezt meg tudja szerezni 12-es szintjével. X-Specialre pedig még érkezik a kezdeményezés, a Gletscher szakadék jó volt. Szép zónázás, hát igazából kábítani nem lehetett ezzel. Itt pedig a végzettel csatlakozhatna be a buliba, akár Twisted Fate, de ez inkább arra ment, hogy a rálátás biztosítja a csapat számára. Eközben pedig Chris a felső és fél ilyen teljes nyugodtsággal mehet szépen tovább előre, neki még ugye van teleportja, ezt nem lehet elmondani Fengről. Ezért is indult ő el korábban a középső ösvény felé. Érkeznek a pingek a felső ösvény külső tornyára, hiszen ott még áll az Apexnek a tornya. Ezért is látható az az egy tornyos különbség a két csapat között, ami azt jelenti, hogy a következő célpont már adott a Team Impulse-nak, már csak el kell hozni. A sebzés a végzetes hullámból nem túl mérvadó, és most már életlopása is van Polisnak, nem is beszélve Alistar gyógyításáról, úgyhogy Mesh túl sokat nem ért ez a végső képességgel, minionokat azért valamelyest le lehetett sebezni, de ne felejtsük, hogy minél több egységen megy át a végzetes hullám, annál kevesebb lesz a sebzése, így azért ez is redukálva lett, két hősön azonnal áthaladt. A harcos kiegészítés valóban Proxinnál megfigyelhető, majd pedig érkezik majd a Seraph ölelése? Tehát a Seraph kihívása. És a Seraph is, így van. Így van. Illetve Shrimp az, aki a saját dzsungeléből valamelyest ki lehet majd zavarva. Arra próbáltam kitérni, hogy a Seraph ölelése készült el egyébként Ryzen, így ő tankossággal bőven rendelkezik, csak összemostam a két mondandót. Apró probléma. A felső ösvényen nyugodtan formulázhat, ebből van egy kisebb előnye Echo-val szemben, hiszen látjuk, egy 60-as különbség kialakult köztük, a félhold csapás pedig befejeződött most már Lulun, de nagyobb tárgyelőnye nincsen, sőt lemaradása van még így is. Márhogy már mint középső is szemben. Az Apexnek menekülnie kell, Polis azért a villanását el is használja. De várjál, két teleport is érkezik, egy Lulutól, egy pedig megállítva Ryze-től, ő mégsem fog érkezni, hiszen teljesen zónán kívül volt az Apex csapattal, csatározni nem szerettek volna. Itt Twisted Fate elmozoghat akár van még szélső ösvényre, vagy a középső ösvényen védelmezheti is a tornyat, hiszen Polisnak azért túl sok lehetősége nincsen, minél akar takarítani, hogyha az ellenfél is ott van, túl nagy támadási távolsága neki nincs. Viszont Keen ugye most egy kicsikét jobb karakterválasztással élt erre a mérkőzésre, ha be is lesznek szorítva a saját tornyaik alá az Apex játékosai, ami egyelőre még nem a szituációt teszem hozzá, akkor igazából a kártyadobásnak köszönhetően van lehetősége, hát röpke pillanatok alatt eltakarítani egy teljes minél hullámot, ami azért nagyon fontos, mert van lehetősége megtartani a tornyait az Apex csapatának, illetve annak köszönhetően, hogy ajaj Krisz, a kábítás jó, így lehet fordulni a teleport, most érkezett Twisted Fate-től. Pirán lehet az első számú célpont, nem, kivillan onnan Keen, és gétet kapja el, Shrimp pedig osztja a sebzést, Mesh-nek a túlvilági hívásra lehet menteni, valamint Proxy-ra kezdeményezni, Feng lehet még bajban a végzetes hullám, nem rendelkezik elegendő sebzés, hogy Polisbe lehessen fejezni, Keen pedig még a sárga kártyával fordulna, a Team Impulse csapata pedig Shrimpre, minden lehetőség meg is van, a falkaséség nincs aktiválva, Mesh pedig lekövetheti a gyilkosságokat, hiszen azért ezért elég mobilis lövésnek számít, a tornyra mindenképpen lehet érkezni, Shrimp pedig egy-egy misztikus lövés benyelése után az életének jelentős százalékától búcsúzik, és itt az a gyors toronyrombolás, amiről beszéltünk a Team Impulse oldalán. És mégsem elég gyors. Na várj ki, hát persze, hogy nem, hiszen jön a beugrás, két emberes porrázúzás, majd utána Shrimp lehetne bajban, de a végső képessége életben tartja saját magát, valamint két ellenséges játékos is. Kalista mindössze egyetlen ember tud befejezni a három alacsony életerős ellenfél szemben, ez nem igaz, mert kettőt, még végül belehalt, így összességében 3-3-as a csere, a torony viszont dőlhet. Na ne. De Mesh az életében fizet érte. Chrisnek pont azt akartam mondani, hogy nem kedvezett ez a csapat harc, mert semmi manája nem volt erre, hát még szana széttöri Mesh-t.
Na mindegy, hát Ryze-nak az erejét láthattuk, hölgyeim és uraim, a visszajátszás során pedig éppen ezt a csapatharcot, ahol ugye még a gyilkosság nem történt meg, villant Chris. Ebben a pillanatban még volt is manája, két emberes a villanásos feldobás, de Gate éppen hogy túléli a béke szigetének köszönhetően még ezt a kezdeményezést is. Shrimp viszont így beragad, és így megvan az első gyilkossága a Team Impulse-nak, majd utána hát ráomlanak szerencsétlen túlvállalt Shrimpre, és így pillanatok lepörgése alatt a béke szigete után legyengült játékosok befejezik egymást. Egészen konkrétan 3-3-as ugyan a csere, Mesh pedig a toronyért vállalja túl magát. Megvan a torony ugyan, de ez a halál egy kicsit tényleg felesleges volt. Itt pedig azt látjuk, hogy a rálátást szeretné az Apex csapata kialakítani a baronnasor környékén. A mindent látó őrszem már kihelyezésre került, viszont a sohanós útjárákot a Team Impulse csapata tudja megszerezni, így tökéletes rálátás előnye nem lehet a Team Impulse-nak, viszont az eltakaríthatatlan rálátás ott van a Wi-Fi spotnak köszönhetően. A sárkány pedig még egy 45 másodperc még éledni fog, ez a mérkőzés harmadik sárkánya lesz, amit már az Apexnek kellene szerezni azért a bónusz sebzésért. Illetve az sem rossz, hogyha nincsen plusz mozgási sebessége a Team Impulse-nak, hiszen Graves, Ezreal, illetve Echo mind lekövető művészek, ha a sebzésben nem is feltétlenül jeleskednek, ahogy ezt te is elmondtad. Minden esetre készül már a letaszított király kardja Mesh Ezreal-jén, ami igazából azért is lehet fájó, mert így a Baron Nashor is egyre közeledik a 27. perc felé érvén. Apropó Baron Nashor, itt ólálkodik a Team Impulse csapata, viszont közben az Apex egy ingyen tornyos zsebelhetne be. Itt viszont összecsukhatják az Apex csapatát, Polix az első áldozat, X-Special lehet a második, azért még életben van eddig a pontig. Utána Chrisre a végső képességét még Shrimp használja, a Gate-et is életben tartva, ezzel eddig a pillanatig Chris gyilkosságot hoz el, ugyanúgy Mesh, Shrimp pedig el tud menekülni. Összességében 2-1-et cserél a Team Impulse csapata, és megszerzi az aranyelőnyt. Hát az 3-1-esre ez egy kicsit érdekesen zajlott minden esetre. Fengnek a kábításába Polis belegyalogolt. Egész látta, konkrétan. Hogy érkezik a párhuzamos valóság, és mégis belesétált. Nem volt villanás a gyógyítása sem, így onnan menekülni már tovább lehetősége nem volt. Így az ember előnyt kihasználva a Baron Nashorra teljesen jogosan fordul a Team Impulse csapata. Ennél simán Baron Nashorra nem sűrűn látsz akkor, mikor három ellenfél él az ellenfél csapatában, és a dzsungeles is köztük van. Viszont érezte az Apex, hogy ott nincs lehetőség, ezért inkább hazatértek. Valami Shrimp elhozta az első sárkányt csapata számára, amely a sebzés bónusszal meghosszabbítja az erőt, ami ott található az Apex csapatánál. Ezt a mondatszerkezetet pedig felejtsük el. Minden esetre remekül hangzott, így is van. Mondod ezt te, aki négy darab Baron Nashor jelző van még az Apex csapatán. Ja, bocsánat, nem az Apex, a Team Impulse-nak a csapatán. 28. percnek a környékén hát még 2,5 percig védekeznie kell a vörös csapatnak. Ez az a pont, amiről beszéltünk. Egészen konkrétan Polis visszaugrott abba a kábításba, hogy az első halott teljesen jogosan, X-Special pedig rendkívül későn aktiválja a végső képességét, tehát ő is már a kevés életerővel hát nem tud túlságosan sokáig tankolni. Twisted Fate pedig a lehető legrosszabb irányba menekül, de miért menekül? Mert nincsen maradása ebben a csapatharcban, így 3-1-esre megvalósul, 10-10-es a gyilkossági állásunk, de a Team Impulse még mindig azt mondom, hogy nem egy magabiztos előnnyel rendelkezik. Majd meglátjuk, hogy a Baron Nashort mennyire sikerül kihasználni, hiszen nagyjából másfél perc van még hátra a Baron Nashorból, a Baron Powerplay-t még lehet növelni, az alsó ösvényen pedig még van kettes szintű torony, amit ebben a pillanatban meg is ostromol a Team Impulse csapata elhozni, talán nem lesz lehetőség ennyi minionnal, de érkezik azért az utánpótlás, a sebzése pedig a tornyokra, mint azt már sokszor kitértünk rá, elég jó a Team Impulse csapatának. Kérdés az, hogy mennyit áldoznak be esetleg egy toronyért. Pontosan azért nem engedheti meg magának senki a vörös csapatból, hogy közel merészkedjen ahhoz a toronyhoz, hiszen X-Special azonnal kezdeményezhet, most már ugye az akaratja is megvan neki, és azt Chris remekül le tudja követni. Jön a végzet, de egészen rossz helyre kintől, az anya homokurában még életben marad, majd utána a béke szigetével egyedül Feng az, pontosabban Chris az, aki gyilkosát el tud hozni, Kindred utána a másodikkal hozzájárul a csapat harchoz. És utána még Kalista is begyűjt egyet, így összességében 3-0 csere, az Apex egy
hát megkérdőjelezhető kezdeményezés után jól jön ki. Baronna sorral erősített csapattal szemben. Tehát a legnagyobb probléma ott kezdődött. A probléma ott kezdődött igazából. Láthatjuk a kezdeményezést, hogy Pirienre érkezik. A kábítás megvan rajta egyrészt. Másrészt utána a fal nem védi ki a kártyák egyik részét sem. Expressor pedig oda tud menni. És hát ha nem is befejezni tudja ellenfelét, azért CC-zni igen, ami viszont Chrisnek tökéletes alkalom, hogy a sebzését érvényesítse. Shrimpnek is van elegendő sebzése ahhoz, hogy még az éppen átvillanó ellenfelét befejezze. Az pedig, hogy Polisztra nincsen elegendő sebzése Fangnek, az hát talán egy ilyen csapatharcban már várható is volt. Illetve kicsit szerencsétlen is volt a szituáció, hogy arra a pontra már minden Apex játékos felszabadult és vissza tudott fordulni, segíteni a lövésznek, így a 3-0-ás csere. 13-10, és hiába a Baronna sor erősítés, a Team Impulse nem igazán tudja ezt kihasználni. Mint említettük még a mérkőzés kezdete előtt, hogy a kompozíció a csapatharcokban egyértelműen az Apexnek a fölényét jelenteti, és tornyokra kellene menni a Team Impulse csapatának, akár váltott ösvénytolás formájában is, mert hogyha komolyabb csapatharca kerül a sor, akkor az történik, amit az előbb láttunk. Életben lehet tartani az embereket sem végső képességével, sebzésük bőven van, területi is ráadásul, mind Kalisztának köszönhetően, akinek ott van a hurikánja, mind Ryze-nak köszönhetően, akinek ott a végső képessége, és azért ne felejtsük el Twisted Fate kártyáit sem, a területi sebzés tehát megvan, a kezdeményezés pedig biztosítja akár Twisted Fate, ahogy az előbb láttuk, vagy a túlvilági hívás, vagy önmagában a Alistar. De érdekes, igaz. Nagyon ritkán látunk olyan Kalisztát, akinek nem kell harmadik vagy két más... Nem kell harmadik tárgyként tankos tárgyat vásárolni, itt ugye jellemzően a sejemövről, illetve az Eleven szabjára gondolok. Most viszont Polisz inkább csak életlopást vásárol magának a továbbiakban is, tehát van neki egy letaszító király kardja, erre már kitértünk. A hurrikán szintén kulcsfontosságú tárgyak rajta, viszont a vérszemélyest ilyen korán befejezni, ez igazából ritkán fordul elő. Ezzel meg szemben... Amikor még azzal kezdtek neki, hiszen akkor még az volt a jobb. Itt pedig végzett képességgel érkezik Keen, a sebzése pedig megkérdőjelezhető Proxinra. Viszont Chris is itt van a közelben, kábítani ő nem tud, de lefogni igen. A sebzés elég jelentős, mint Proxintól, mind azért Chris-től is a békeszigete fölöslegesen jön ki egy kicsit Shrimptől. A kezdeményezés viszont Fangre tökéletes, a gyilkosságot el is lehet hozni. A túlvilági hívás pedig megint csak egy... megkérdőjelezhetően elhasznált végső képesség, és úgy tudja az Apex megnyerni 2-0-ra a csapatharcot, hogy két végső képesség elég érdekesen jött ki. Óvatosan fogalmaztam most. Mondhatjuk. Proxin az, aki túlvállalta magát. Attól függetlenül, hogy egyébként Keen-t nem tudta büntetni, sőt, a végzett képesség után egyből menekülőre is kellett, hogy fogja. Azért Proxin annyira mélyen volt, hogy még így is ő volt az, aki az első alottja ennek az összecsapásnak. Az ember előnyt kialakítva az Apex igazából két ingyen gyilkosságot tud elhozni egészen konkrétan, és így még egy tornyot is tudnak szépíteni az alsó és milyen 5-4-re módosítva ezzel a tornyok állását. De ez még mindig nem egy komolyabb célpontcsere volt. Ami azt illeti, a komolyabb célpontcsere az másfél perc múlva érkezhet majd, a visszajátszás után természetesen. A Proxinra érkezik, mondtuk már a végzett képesség, egyből bele a smokescreenbe, ami azt jelenti, hogy nincsen semmiféle rálátása a továbbiakban Twisted Fate-nek, mert pedig Chris egy kicsikét feltartja, sőt, utána még a misztikus lövedékkel tovább tudja büntetni, viszont ez nem elegendő a háttérben, még ha kevés életerővel is, de Proxint be lehet fejezni, Feng pedig a lehető legrosszabb pozícióból érkezne bele egy Alistar agyába, és azért érkezett ki itt Polisznek a végső képessége, hogyha esetleg elvillanna, elugrana vagy el, bármit csinálna Feng, egyből ott legyen rá a reakció. Azt láttuk, hogy Mesh is ebben a csapattartban kifele ugrott először, védve saját magát, így nem minden képesség érte el az ellenfelet. Itt viszont a kezdeményezés nem rossz Fengtől, de megint egyedül maradt, hiszen a hátvédben ott van már Keen, valamint Alistar. Keen nem lehet befejezni a homokóra miatt, eddig a pillanatig ezzel a gyilkos. Három emberes feldobást nagyon szép X-Specialtől, menekülnie kell Fengnek, ő életben maradhat, hiszen Pirára fordul az egész Apex csapata, őt sikerül is befejezni, a lassítás Mesh-től most már érkezhet egyfolytában követni egy kékezrilt öngyilkos vállalkozás. Ja, mintha Singed után futná. Egy-egyes a csere így összességében. Viszont ez így megint csak úgy tűnik, hogy az Apexnek kedvez, hiszen bármennyire nem magabiztos a csapatharcnak a megnyerése, attól függetlenül már 2000 arannyal vezetnek, noha egy perc ezelőtt még ez az összeg csak 1000-es volt. És ugye Chrisnek is most már megvan
az üresség botja. A sárkányról kapunk egyébként egy visszajelzést ismételten. Policra tud érkezni Feng, viszont Policnak már van sejemöve, és ezért az az egyetlen egy kábítás igencsak kevés. Viszont Proxynnak a menekülése az gyönyörű szép, az ugrás, a villanás és a végső képesség mind arra játszott közre, hogy ő ki tudjon jutni a sárkánynak az odújából. A háttérben pedig Pirén az, aki beragad, igazából neki menekülni nem volt lehetősége, viszont korábban már befejezték ki. Ez pedig megint csak egy bátor próbálkozás. Hát volt Kalisztával szemben, nagyon nehéz lopni. Gét lehet az első halott, bár még életben tartja a béke szigete, de két gyilkosságot meg is tud szerezni az Apex csapata. A béke szigetét az ellenfelet tartotta életben, de így is be lehetett őket fejezni. A többi témpa az játékos pedig elhátrál. Ez a 35. percnél az ott Baron Nashor, viszont most, hogy az Apexnél van, egy komolyabb erőfölényt kialakíthat, pláne úgy, hogy Proxyn igazából rossz pozícióban volt, az átcsúszással még haza is tud térni. Egy tornyot egészen biztosan el fog hozni az Apex csapata. Expression még ki is tankolja a tornyot, hogy maradjon így módon Mirian is, aminek köszönhetően még... Hát akár az Inhibitor-védő tornyra is lehet fordulni. Ó, sőt, micsoda sebzés aztán van itt. Aztán diszintegrálni. Így van, így az Inhibitort is könnyedén meg lehet rohamozni. Chris pedig aktiválja végső képességét, hogy eltakarítsa a Minion hullámot. A felső ösvényen pedig olyan adag Minion jön, amivel természetesen megint lehet majd egy Inhibitor tornyot ostromolni és jó eséllyel elhozni. Chris-t is rendelkezik a félhold csapással, és látjuk, hogy mekkorát tép, és akkor még a lövészekről nem is beszéltünk, amivel kettővel is rendelkezik. Az Apex csapata a túlvilági hívás biztosításnak ment ki, így lekövetni semmiképpen sem lehetett az Apex csapatát. Gét azért még megkísérli akár csak Feng és Pirien, erre a fontra azonban feladták. Két Inhibitort tud elhozni ebből a Baron Nashorból az Apex csapata, ezt hívom én úgy, hogy jó felhasználás. Apropó Baron Nashor, ugye, hát te is mondtad, Kalista ellen nem jó próbálkozás a lopás, ez így is van. Neki ugye a kirántással van lehetősége túl sújtani az ellenfél dzsungelesét, majd utána a két benragadó játékos, Gét, illetve Feng, tény is valahol béke szigetében még elszotyizhatnak egy ideig, de onnantól kezdve menekülési lehetőségük az nincs. Ott hagyják a fogukat, és két gyilkossággal fűszerezik tovább azt a Baron Nashort, aminek alapvetően is nagyon örülhet az Apex csapata. Ami miatt pedig Shrimpet szeretném kiemelni, az az, hogy reakcióképes a tárgy választása. Ő tudja, hogy mennyi pajzsal, illetve páncélzattal rendelkezik a Team Impulse, és ezért egy hasítóbárdot is vásárol magának. A Phantom táncossal pedig a lekövetési potenciáját növeli az egekbe, így igazából 7-2-es teljesítményével egy igazi bestia a mérkőzésen. Két igazságban rendelkezik már most a Team Impulse csapata, és ez egyébként már percek óta el is készült, de még egy Mikael Tége is fog készülni Braumon, így szeretne még több CT-től felmenteni a csapatát, megmenteni a csapatát, hiszen rendelkezik nem egyel az Apex csapata, ezért nagyon jó a kezdeményezés és a csapatharc potenciál. A teleport pedig megvédi a Minion-t, így lehet sebzést okozni az Inhibitort védő toronyra, a Baron Nashorral erősített Minionok pedig elegendő sebzést osztanak, befejezni még az Inhibitort védő toronyot nem lehet, azonban bárki a következő hullámot, amelynek erősítése már ugyan nem lesz, hiszen lejár nagyjából 5 másodperc múlva, de az Apex csapata, hát láttuk azért, hogy ők sem mennek a szomszédba toronysebzésért. Illetve Chrisnek van lehetősége a világ végéig kezdeményezni azzal az őrangyallal, amit be tudott fejezni erre a csatára. Chris Fitfaitnek is van már kellő mennyiségű sebzése. A torony dőlni szeretne, a Gletscher szakadék azonban hamarabb kijön, Shrimp pedig kezdeményez, a torony dől. Feng lehet bajban, nagyon jó a kezdeményezés X-Special-től, a kábítást megkapja, de a törhetetlen akarat már ott van rajta. Shrimp sebez némely életerőt Proxynról, ez azonban nem bizonyul elégnek. A második kezdeményezés Krisztől villanással érkezik, mintha csak fékelt látnám, de gyilkosságot nem lehet elhozni, az Inhibitor azonban dől, Proxyn elveszíti életerejének a felét, és Minionok mellett indulhat meg az Apex roham a bázis ellen, az első torony problémás életerőn, Feng azonban meg fog halni, a Lulu végső képesség hiába érkezett még ki, ezért lehet bajban. Nagyon szép reakció a Higan sejmővel, az első torony dől, a második szintén, az Apex csapata pedig ebben a pillanatban ledönti a Nexus-t, így 2-1-re módosítja az állást, és életben tartja LCS álmait. Meg a reményt, igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy engem meggyőzött most ezen a mérkőzésen az Apex. Nem azt mondom, hogy jussanak be az LCS-re, félreértés ne essék, de amit ezen a mérkőzésen nyújtottak, az jobb volt, mint amit a Team Impulse képviselt ezen a mérkőzésen is, illetve a korábbiakban is, hiszen reakcióképesek voltak. A kialakított előnyt tovább tudták növelni higgadt és nyugodt játékkal, ami egyébként nem sokszor megfigyelhető, pláne így a bejutásért való tornán.
illetve a választásaik is abszolút a toppon voltak. Valóban megnyerték a tiltási és választási fázist, de erről beszéltünk az előzőekben is, hogy egyre fejlődőképesebb a kompozíciója az Apex csapatának. Úgy érzem, hogy ennél feljebb azért már nem tudnak kompozíció szintjén menni, vagy legalábbis ezt mindenképpen a Team Impulse csapata meg fogja akadályozni, akár tiltásokkal, akár választásokkal. Hát most már is a kék oldal előnye. Igen, a kék oldal, és a Team Impulse-nak azért felrónám némi hibának, hogy ezeket a karaktereket átengedték, de ha végiggondoljuk, hogy mik voltak az első választások, először elhozta a Ryze-t az Apex csapata. Erre utána nyilván említetted a Kindred-t és a Kalisztát, de inkább el kell hozni Echo-t a felsősvére, hiszen ő most az egyik legjobb karakter erre a pozícióra. Mellé pedig akár elhozhatták volna a Kindredet, mert láttuk, hogy jól tud vele teljesíteni proxin, viszont fontosabbnak érezték a Griffs választást, hogy ezt vegyék el az ellenfél csapatától, és így ez az első két választás talán a Griffs megkerülhető megszakítani ezt a három erős karaktert, hogy egy csapatba kerüljön, de ezen kívül túl sok hibát nem tudok a Team Impulse választásaiban elmondani. Hát az utolsó tiltás, a Lucian tiltás. Igazából az az, ami még megkérdezhető, mert hát tényleg megér Lucian egy tiltást? Az előbb beszéltünk, hogy hány erős lövész van. Hány magabiztos teljesítménye a bíró lövész karakter van. Hát Lucian az csak az egyik, a sok, nem is tudom, már tizet soroltunk fel, talán a sok közül. Viszont azt is tudjuk, hogy két erős páros van az alsó és milyen jelenleg. A Braum Lucian és a Kalisztár. Így van, de nem tudták az első körben elhozni. Miközben kapunk egy visszajátszást az utolsó küzdelemről. És van ez ugye már a vagy minden veszik, vagy harcolunk típusú csapatharc volt. Feng fél életerővel kezdeményezne, de hát Polis játszik könnyedséggel, visszaugrik, majd utána befejezi ellenfelét, gate próbál segíteni, ugyanis a fallal még egyébként meglehetősen sokáig képes is tankolni, de itt már ez sem elegendő. Illetve Mesnek az utolsó pillanatban elhasznált, illetve a legelső pillanatban elhasznált sejme, az gyönyörű szép volt egyébként, betalálkártya, puff, mehetünk is tovább, villan is, csak sajnos ez már nagyon későn érkezett. Mármint, hogy a játékban későn érkezett. Akkor a választásra még visszatérve, tehát ők megszakították a Braum-Lucian kombinációt, a Kalisztárt viszont így nem volt lehetőségük, hiszen utána a választásokban egyértelművé vált ez a két karakter került kiválasztásra, hogy ezt a kombinációt választja ki magának az Apex csapata, ezzel pedig nagyon jól tudtak élni, hiszen nem egyszer tudták érvényesíteni például azt, hogy kimentik a támogatót. Egyébként nem is mindig a kezdeményezésre jött ki, hanem sokkal inkább Alistar bemegy, kezdeményez, elhasználja a végső képességét, őt ütlegelik, és akkor már örülni, hogy éppen megölött, akkor jön ki a túlvilági hívás a mentésére, nem is igazából a kezdeményezésre, hiszen kezdeményező képessége bőven volt az Apex csapatának. Ez abszolút így van. A legnagyobb probléma az az volt még egyszer, akkor, hogy minden egyes ösvényre a lehető legjobb választásokat megkapta az Apex csapata, ezzel szemben a Team Impulse egy kicsit össze-vissza választott. Erre ugye már kitértünk akkor is, amikor Lulu, illetve Ezreal párosát láttuk, egy kicsikét rossz szájízzel néztük azt végig, de ott volt mellette a Graves, akkor gondoltuk, hogy na majd Graves megoldja ezt a kisebb hátrányt. A következő mérkőzésen, ha minden igaz, akkor a Team Impulse lesz majd kék oldalon, és orvosolhatják ezeket a hibákat, mert kérdésem felül áll, hogy ezek hibák. Ne válasz szerzőt, és talán megnyered a mérkőzést. Na jó, ez kicsit túlzás. Viszont mi elmegyünk egy rövid szünetre, utána pedig jön a Team Impulse és az Apex B5-ös szériájának negyedik mérkőzése. A Team Impulse megint csak, ha győz, LCS-be kerül, az Apexnek pedig életben kell tartani az álmokat és a reményt, úgyhogy hamarosan térünk vissza, ne menjetek sehova.